Róbert, Gábor György, Dési János. Jó napot kívánok, folytatjuk akkor az Elrabbi sorozatot, azt hiszem minden kell mondani, elrabbiblog.hu. Gábor Györgyel és Rülich Róberttal beszélgetünk tovább, és a múltkor ott hagytuk abba, szerintem már több beszélgetést ott hagytunk abban, hogy az európai, vagy nem is csak az európai, hanem a nyugati művészet, irodalom, képzőművészet érthetetlen a Biblia ismerete nélkül. Tényleg úgy utalunk erre, mint egy abszolút közös kincsre, az irodalomban Madácstól, Ady Endréig, Thomas Manntól, nem tudom én meddig, Miltonig, bárkit mondhatunk. Szerintem nehezebb lenne olyan szerzőket mondani, akiknél nincsenek bibliai jellegű utalások. De mennyi marad ezekben az irodalmi képzőművészeti, akár zenei alkotásokban is, magával a Bibliából? Vagy ez nem számít? Tehát mindenki úgy interpretálja, úgy értelmezi, ahogy neki jól esik. Ugye beszéltünk már arról, és most ide kell egy pillanatra visszalépni, hogy ez egy nagy kérdés, hogy a Biblia, ami mégiscsak a zsidó nép önfelfogásából fakadóan Isten kinyilatkoztatott szava. Más kérdés, hogy természetesen máshogy is lehet ezt a szöveget olvasni, mint csodálatos irodalmi alkotás, stb. De a zsidó nép önfelfogása szerint ez Isten kinyilatkoztatott szava, és ez mindig, mindenkorban súlyos kérdés volt a zsidóság számára, hogyha így van, tehát Isten kinyilatkoztatott szava, akkor mi a garancia arra, hogy mi képesek vagyunk megérteni ezt a Isten kinyilatkoztatott szavát? Nincs itt valami belső ellentmondás, hogy mi halandó emberek, időben létező temporális emberek, az időtlen, az örök Istennek a szavát, Istennel egy lényegű szavát képesek vagyunk felfogni. Na most röviden a válasz az, hogy természetesen nem vagyunk képesek erre, mindig csak szegmensekben tudjuk felfogni ezt a szót, és ezért van a sálselet, ha kabbala, a hagyomány láncolata, tovább kell adnunk az általunk megismert valóságot a következő generációnak, hogy aztán az is hozzátegye a magáét, és továbbadja, és továbbadja, és továbbadja generációról generációra. Tehát mindig újra értelmezzük. Mielőtt a művészetre rátérnék, még csak annyit, hogy ugye a legfontosabb, a legfilozófikusabb, vagy bölcseletibb irodalmi műfaj a zsidóságnak a kommentár. Hát a kommentár az pontosan ezt a funkciót vagy szerepet tölti be, időről időre folyton újra és újra, újraértelmezi, újrainterpretálja, és az teljesen természetes, mindenkor kicsit a saját képére és hasonlatosságára nézi a szövegeket. Na most, ami az általad már felvetett művészeti, irodalmi képzőművészeti, de a zenét is hozzá lehet tenni, sőt a filmet is hozzá lehet tenni, ábrázolásokat illeti, az a helyzet, hogy itt gyorsan két dolgot mondanék, és aztán már is átadom a szót. Az egyik az, hogy azt mondtad, talán az első mondatod úgy hangzott, hogy hát az irodalom, meg a képzőművészet, meg a zene érthetetlen lenne a Biblia nélkül. A nyugati művészet, irodalom, képzőművészet érthetetlen a Biblia ismerete nélkül. Ez igaz, de én megfordítom. Bármilyen meglepő. Tudnilék, én azt mondom, hogy a képzőművészet, meg az irodalom, meg az egyéb művészeti alkotások nélkül a Biblia szinte érthetetlen maradna, és ezt úgy értem, még mielőtt félre lennék értve, hogy ezek is értelmezések, ezek is interpretációk, ezek is egy-egy történet, vagy egy-egy jelentős hős, vagy egy-egy fontos esemény kapcsán elmondják az írók, a festők, a zeneszerzők, a szobrászok, elmondják azt, amit gondolnak. És ezek olyan interpretációk, amivel gazdagodik a Szentírás, a Biblia ismeretünk. Tehát azt mondhatnám, hogy ezek az írók, költők, zeneszerzők, képzőművészek
épp úgy, mint mi, és most megint arra kérem a nagy tiszteletű főrabbi urat, hogy egy pillanatra fogja be a fülét, mert nehogy valami nagyon eretnek dolgot mondjak. De tehát azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ezek mind, miként mi magunk is, a Talmudnak a részei vagyunk, no természetesen nem, hiszen az lezárt szöveg, tehát oda már nem fogunk bekerülni, de végül is az interpretációnkkal azt a hagyományt folytatjuk, ugyanazt a hagyományt folytatjuk, amit Michelangelo, amikor a Sixtusi kápolnába például megfestette a teremtés jelenetet és egyéb a Héber Bibliából egyéb személyeket és történeteket, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek is interpretációk. Egy picit hadd vitatkozzak a legelejével annak, amit a Gyuri elmondott. Kinyilatkoztatott isteni szöveg, nem ezen vitatkozom, hanem azon, hogy képesek vagyunk-e megérteni. Tudni, az egyik sarkalatos, rabbinikus elv, Dibró Tajró kirsvenyben oda, a Tóra az ember nyelvén szól, az ember nyelvén beszél, mondja ezt a szöveg, és mi másra utalhatna ezzel, mint arra, hogy amit leír a Biblia, hiába az isteni szöveg interpretációja, de emberi kéz véste azt kőbe, agyagba, pergamenbe, mikor, hogy merre, az emberi kéz pedig az embernek szól. A tanításai, a metaforái, a képei, ezek mind-mind olyanok, hogy a gyarló véges emberi agy föl tudja fogni. Ami az interpretációt illeti, illetőleg a művészetekben való elhelyezkedését. Azt gondolom, hogy a bibliai szöveg maga szinte kiprovokálta, hogy legalábbis az irodalomban meglegyen egy speciális művészeti ág, ami a bibliai szöveg értelmezésére alapul, ami a bibliai szöveg értelmezését tűzi ki célul. A Gyuri azt mondta, hogy a kommentárirodalom, én egy picit ezt kibővíteném, mert nem csak, mit tudom, Ibn Ezra és Sforno és Hiszkuni és Rashi a kommentárok, de az elsődleges kommentár az Agada, a Midrás, az, amiről már beszéltünk talán a jómúltkorában, az a zsidó legendárium, aminek a feladata az, hogy egyrészt közelebb hozza hozzád a távolba vesző bibliai történeteket, másrészt az esetlegesen meglévő fehér foltokat megpróbálja egy kicsit kiszínezni, harmadrészt valamilyen erkölcsi, magasztos tanítást adjon a száraz bibliai szöveg mögé. És még egy, hiába fogtam be a fülem, hallottam, hogy mit mondott a Gyuri. Jobban be kellett volna fogni. Vagy az ő száját. De a lényeg az, amit mondani akarok, hogy a szöveg interpretációja nem zárul le a klasszikus kommentárokkal a középkorban vagy a kora újkorban. Gondoljunk nem olyan régen Luzzattóra, az olasz kommentátor, aki az volt egy klasszikus kommentátor. De hogy egészen a legújabb korig menjünk, az utolsó évtizedek egyik legnagyobb vállalkozása volt az Adin Steinsaltz féle Talmud kiadás. A Steinsaltz nem csinált mást, mint azt, hogy lefordította a Talmudot héberre. Ez itt a reklám helye, a Talmudnak mintegy 80%-a arameus nyelven születik és íratik meg. Aki nem tud arameusul, az nem csak ne beszéljen arameusul, de ne olvasson Talmudot sem, mert nem érti. És a Steinsaltz magára vállalta, hogy lefordítja a Talmud arameus szövegét héberre. És értelemszerűen ez a fordítás, ahogy Karinti mondja, hogy a műfordítás van, olyan, mint a nő. Ha hű, akkor nem szép, és ha szép, akkor nem hű. Ergo ez a fordítás önmagában nem hű az eredeti arameus szöveghez, hanem már Steinsaltz maga is kommentálja a szöveget. Interpretálja a 20. század vége, 21. század eleje gondolkodás módjának, ismeret anyagának megfelelően. Ergo nem zárul le a kommentár irodalom. Azt mi ugyanúgy, ahogy a Steinsaltz, amelyik, hogy magunkat szeretném ehhez az úriáshoz hasonlítani, ugyanúgy részesei leszünk
ennek az interpretáció sorozatnak. De ez szerintem két különböző dolog, mert amíg a művészetben egy esztétikai dimenzióba kerülnek ezek a válaszok vagy interpretációk, addig mondjuk ezek a klasszikus kommentárok sokkal inkább szakrális célból születnek, nem esztétikai élménykedvéért, felteszem. Jó a kérdés, próbálok válaszolni rá, de hát azért meglettem szólítatva Robi által. Nagy válasznék nincs, hogy kit lehet itt megszólítani. Igen, szóval gyenge a választék, igen. Tehát, és azért erre muszáj válaszolnom, ugye itt azzal kapcsolatosan, hogy vajon képesek vagyunk-e mi temporális időbeli lények megérteni a Tórát. Amit a Robi mond, igen, természetesen emberi nyelven szól, hát mi máshogy. Csak már azt ezzel kapcsolatosan érzékelték a kommentátorok, a zsidó kommentátorok, épp úgy, mint a keresztény kommentátorok, hogy már mondom, hogy, tehát, hogy a zsidó hagyományban ez a bizonyos kommentár műfaj az egyik legmasszívabb meghatározó, a keresztényeknél az exegetika műfaja hasonló, tehát a szövegértelmezés. Tehát észrevették azt, hogy igen, éppen ez az egyik probléma, hogy emberi nyelven van megírva. Tudnilik, amikor, és ez az a probléma, hogy antropomorfizál, emberiesíti a dolgokat. Mondok egy példát. Amikor azt mondjuk, hogy az Isten, az örökkévaló, az büntető, vagy haragvó, vagy jutalmazó, ez mind nem igaz. Van egy olyan teológiai irányzat, amely azt mondja, hogy egyszerűen nem igazak ezek az állítások. Tudnék, ezt én mondhatom a barátomról, vagy a szomszédomról, vagy az osztályfőnökömről, hogy haragvó, meg bosszúálló, meg büntető, meg jutalmazó, de az Isten nem ez. Ennél sokkal-sokkal több, meg másabb, meg stb. Ez egyik probléma. A másik probléma az, hogy a kinyilatkoztatott szó, azt nem úgy képzeljük el, hogy Isten szava egyszer csak megszólal, aztán, mint a déli krónika befejeződik 20 perccel, vagy 20 nappal, vagy 20 hónappal, vagy 20 évvel később, tehát tart valameddig, hanem, hogy Gershom Scholem 20. század egyik legjelentősebb zsidó gondolkodója mondta, ez egy világot fenntartó szó. Tehát ez egy olyan szó, ami örökké tart, legalábbis ameddig világ a világ, lényegében ez a szó tartja fenn. És ezért van ez az... Ez a logosz, nem? Ez az ige, ami megteremti a világot. Úgy szólván, tehát most már te filozófiára fordítod le, ezzel csak azt akarom mondani, hogy Robinak igaza van, tehát Robinak igaza van, amikor azt mondja, hogy emberi nyelven szólal meg, tehát ezért tudunk közelíteni hozzá, de gondolkodnunk kell folyamatosan, hogy tulajdonképpen hogy is van az, és vitatkozunk, baráti viták ezek, tehát nem ellenséges, nem, hogy is mondjam, áldász hitvitákról van szó, értelmezési, logikai, filozófiai, bölcseleti, etikai, jogi viták egész sorát produkáljuk. És akkor most ugranék, amit kérdeztél. Az a helyzet, hogy a igaz, első nekifutással igaz az, hogy mondjuk ez a kommentárirodalom, amit itt már mind a ketten emlegettünk a Rubival, ennek bizonyos értelemben más a funkciója, mint egy esztétikai produkciónak. Az esztétikai produkció az egy érzéki valami, látom a festményt, olvasom, elképzelem azt a jelenetet, és így tovább, és így tovább. A kommentárirodalomnak nem esztétikai, hanem bölcseleti, filozófiai funkciója van elsősorban. De azért ne becsüljük le az esztétikai funkciót. És már is mondok egy példát, ami példa lesz talán ennek a megvilágítására is, meg visszautal arra a példára, amit az előbb mondtam, hogy milyen jó azért, hogy van művészet, ma az is segít, egyfajta mankóként segít adott esetben a Biblia még világosabb megértéséhez. Michelangelo, előbb már emlegettem, val fogok példálózni, a mindenki által ismert, ugye, tehát nem is kell bemutatni, teremtés jelenetével, ami a Sixtusi kápolna mennyezetén van, ugye a középpontban, amikor az Isten, a teremtő Isten életre kelti, megteremti Ádámot. Ez egy hihetetlen festmény, én most csak egyetlen egy vonatkozását említem.
Mi is történik itt a képen? Két új, próbálom így mutatni, egymáshoz közelít, ám de nem találkozik. És ez egy hihetetlenül fontos filozófiai felismerése, bölcseleti, ha tetszik, nem túlzok, vallástudományi felismerése a zseniális Michelangelónak. Tudnilik, azért nem találkozik a két új, mert nem találkozhat, mert az Isten nem anyagi értelemben teremtett, nem úgy, hogy megfogta és kigyúrta, és ahogy mondjuk a különböző keleti mitológiákban, nem úgy, hogy anyagi értelemben föltámasztotta, hanem a szavával, ahogy mondtad előbb, a logosszal teremtett, tehát egy spirituális, ugye, mondá Isten, hogy, és akkor lett az a bármi. Tehát ez a spirituális létrehozásnak a zseniális kiábrázolása. És csak zárójelben, és már is átadom a szót, egyáltalán nem véletlen, hogy ugyanezen a képen az a Michelangelo, aki mindent tudott az emberi testről, az emberi test anatómiájáról, hát elég megnézni a Dávid című szobrát, vagy a Mózes című szobrát, hogy most megint a Héber Biblia fontos szereplőire. Az a kis szarv azért az anatómiailag nem egészen pontos. Az nem is anatómiai probléma. Bocsánat, megszólalt a telefonom, de hát van ilyen. Az nem is anatómiai probléma, az egy fordítási probléma, de ezt majd a Robi úgyis elmeséli. Tehát ott valami félre lett fordítva, nem is akár miért. De a lény, amit akarok mondani tehát, hogy ugyanezen a képen megnézzük Ádám testét, és mit látunk. Tehát az a Michelangelo, még egyszer mondom, aki mindent tudott az anatómiáról, egy teljesen aránytalan picike, a nagy testhez képest egy pici nemzőszervet. És miért? Elfelejtkezett Michelangelo az anatómiáról? Nem feledkezett el, hanem ezzel is azt akarta jelezni. Ugye egy férfiről van szó, tehát a férfiúi attribútumnak ott a helye, máskülönben kiröhögnénk. Tehát milyen férfi az, akinek nincs ott mégiscsak a férfiasságának a legfontosabb jele. De picire festette meg, hogy még ebben a vonatkozásban se jusson eszünkbe semmi, ami az anyagi teremtéssel, a nemzéssel kapcsolatos. Ugye a görög istenek azok nemzették a következő isten nemzedékeket. Ott szeretkezés, nemzés, ölelkezés volt. Itt nem, itt ez az összenemérő két új, a spirituális létrehozás. Parádés volt, Gyuri. Ez igen, köszönjük. Nem is tudom, hogy ehhez nem tudok mit hozzátenni. A szarvat, azt meséld el, légy szíves. A szarv, jó. Ugye a fordítási hiba, amire a Gyuri utal, amikor Mózes bemegy a szentélybe, hogy beszéljen az Isten, akkor azt olvassuk, hogy egy fátylat kellett tegyen az arc elé, kikor répném a se, mert fény lett Mózes arca. Amikor kijött az arcbőre, valamiféle sugárzást bocsátott ki, fény lett az arc, és el kellett, hogy takar. És a kulcs szó akkor ren, kuf, rés, nun. Ami valóban annyit jelent, hogy fényleni, sugározni, stb. Igen, ám, de mint tudjuk, a bibliai könyveket tradicionálisan nem pontozták ki, nem látták el a magánhangzóval. Ebből adódott az, amiről talán már volt szó itt a folyamban, hogy így úgy amúgy lehet a különböző szövegeket interpretálni, mert hiszen ugyanazokat a más hanghangzókat, más magánhangzókkal ellátva egészen más szót kapunk, más értelmet kér a szöveg, és mindegyik legitim, hiszen nincsen egy kodifikált, zsinór mértékű kijelölt szöveg. Ma már van, de ez egy másik kérdés. Ergo, ezt akkor ren szót, ha más-más alangzókkal látjuk el, akkor az lehet belőle, hogy keren, szarv. Hogy szarv volt Mózes fején. Azért van ott a két kis szarvacska a szobron. És hogy még egyet csavarjunk a dolgon, ez a szarv, ez nem egy bika szarva, meg nem egy kecske szarv, meg nem is az a klasszikus szarva, amit általában a férfiak fejére szoktak képzelni, hanem a segítségnek, a dicsőségnek, az Istenhez való közelségnek a szimbóluma. Az oltárnak négy szarva volt, a négy sarkán volt négy ilyen kis bástyaszerű valami. Négy szarva volt,
arra hintették az áldozati állat vérét, kvázi ez volt az Istennek adott áldozatnak a csatornája az Isten felé. A rabbinikus szövegekben, ima szövegekben, piútokban a keren szó az az isteni segítséget jelenti, a nagyságot, hogy ne zsidó fogalommal éljek, a glorifikációt jelenti. Tehát ez még egy csavar a szarvak mögött, egy szimbólum. Ez nem értelmetlen, vagy nem pusztán egy fordítási hiba, hanem akkor úgy tűnt, mintha egy másik értelmezés lenne. Az ember meg egy kérdező, hogy hát azért miért lenne Mózesnek egy szarva, ennek olyan sok teteje nincsen? Hát erre majd a Cipórát meg kell kérdezni, a Mózes feleségét. Igen. De azt gondolom, hogy ez a szarva, dicsőség, stb. Értelmezés, ez azért ad egy metaforikus jelentést annak a két szarvnak. De Gyurinak úgy látom, hogy van valami más gondolata az ügyben. Nem, ugyanez, csak hogy mondjuk érthetővé tegyük mindazok számára, akik a héberben nem járatosak. Tehát ez körülbelül olyan, mintha, most képzeljük el mondjuk, úgy írnánk le egy magyar szót, hogy V és R betű. De nincs ott a kettő között a magánhangzó. És az lehet ugye vér, ver, vár, mit tudom én, mi lehet, ugye attól függ, hogy milyen magánhangzót teszünk oda. Ennek megfelelően történt itt az interpretáció. Amúgy én is azt gondolom, hogy amit közbevetőleg mondtál, Jan, hogy valószínűleg azért ez a szarv dolog, én ezt egy félrefordításnak érzem, de minden esetre ez a magyarázata annak, hogy nem csak Michelangelo-nál, hanem amikor már rég kiderült és tudott volt, még Chagall-nál is ott van, ott látható ugye a 20. század elején élő Chagall festményein, Mózes képein a szarvacska. Tehát ennek lett aztán egy ilyen népies hagyománya, amit a Vityebski zsidó mester, ugye Chagall, hát gyönyörűen élt ezzel a lehetőséggel. És ha már itt tartunk, meg művészet, akkor azért mégiscsak eszembe jut, hogy gyorsan hadd mondjuk itt el, még egyszer mondom, ha már Chagall felmerült, aki számtalan módon, számtalan festményében jeleníti meg azt a tradicionális zsidó világot, Vityebsk szülötte, ugye Chagall, azt a tradicionális, nagyon erősen népi jellegű zsidó világot, amiben beleszületett, amiben élt, és milyen érdekes, hogy ezt a világot, ez a Chagall viszi magával. Egy olyan világba, ami szinte pont az ellentéte ennek, a legmodernebb, hát akkoriban ugye Párizs, ami akkor a világ közepe volt, ebbe a világba és ez a két világ milyen gyönyörűen, milyen szervesen tud találkozni, a tradicionális népi elemek, amiket onnan hozott, és a modern, a szürrealizmusban, a szürrealista látomásokban megjelenített képi elemek ötvöződésében, és ugye van itt egy nagy tanulság, hogy ezek a népi hagyományok, erről megint sokat lehet beszélni egyébként, ezek ugyanolyan valóban szürreális, sokszor látomásszerű, sokszor álomszerű világot jelenítenek meg, amit Chagall megképzett a festményein. Úgyhogy, és akkor innen már csak egy lépés, az, hogy ha kimondtam azt a szót, hogy álom, micsoda szerepe van az álomnak a héber Bibliában, micsoda nagy álomfejtők, micsoda nagy álmok vannak ott ebben a hatalmas gyűjte korpuszban. Ha ezt már mondod, akkor ugye eszembe Freud, és nyilván Freudnak az időskori műve, talán már 30-as években írt a Londonba Mózesről, ahol azzal kezdi, hogy egy magamfajta zsidónak, ő szebben fogalmazott, azért egy nagy kihívás megírni azt, hogy Mózes talán nem is az volt, akiről, akit gondolunk róla. Ugye Freud oda jut nyelvészeti, bibliai fejtegetések során, hogy pszichológiai fejtegetések. Pszichológiai, hát nyilvánvalóan fejtegetések igen. Során, hogy Mózes valószínűleg egyiptomi volt, és egy egyiptomi vallást adott át annak az embercsoportnak, akit ma zsidónak gondolunk. Úgyhogy
sok lehetőség van még ebben. És Freud azért is egy komoly tudós volt, és bár ő is írja, hogy ez csak egy gondolatkísérlet, és talán részben irodalmi alkotás is, de hát mégis egy tudományos apparátust használ föl ennek a általa vélt tételnek a bizonyítására. Szóval sok minden van ebben. Mondja, Gyuri, bocsánat. Nem, a Robira lennék kíváncsi most, hogy... Erre mit mondok? Erre mit mondasz, így van. A mózesi teória, amit a Freud megír, ő azt is írja, hogy megölték Mózest a pusztában, és két Mózes volt. Ez már a második. Sok mindent ír. A szöveg maga, megjegyzem, valóban adhat okot némi gyanúra. Ugye a neve maga egyiptomi. A Mózes, ugye Mosse, a szöveg tesz egy gyenge kísérletet, hogy hebraizálja azt a Mem-Sin végződést, ami Ramszesz, Tutmózisz, stb. Nevekben előfordul. Igen, azt hiszem, hogy ez a fia valakinek. Ja, igen. Tehát ez némi gyanúra okot ad. Ugye, kiirtják a zsidó fiúgyerekeket, ő megmarad valamilyen csoda folytán, a Nílus menti meg, az életet adó Nílus az egyik legfőbb istenség, ez is némi gyanúra ad okot. Ugyanakkor nem tudunk róla semmit, nem tudjuk, hol volt élete első talán 50-60 évében, ez is gyanúra ad okot. Másfelől viszont. A Bibliát magát, ha úgy vesszük, mint a zsidó nép őstörténetének a krónikáját, azért ott van egy családfa, hogy honnan eredeztetik Mózes. Ugye Amram és Jochebed, leviták, végig lehet vezetni az egészet. Ez kvázi egy olyan genealógia, ami a korabeli olvasónak, azért mint egy, ha nem is perdöntő bizonyítékul, de hitelesítő pecsétül szolgált. Nem akarok nagy párhuzamokat hozni, hogy a genealógia hol és miként szerepel, mint hitelesítő pecsét, mert ez a Gyuri asztala, de ezek a tórai genealógiák, ezek valóban ráütik a hechser, a hitelesítő pecsétet a sztorira. Úgyhogy én a magam részéről Freudot, mint pszichológus nagyon tisztelem, speciál a Mózessel nem értek egyet. Szerintem és az a kérdés, hogy igaza volt-e vagy nem, mert ez részben egy eldönthetetlen kérdés, ki honnan nézi, mit gondol fontosnak. Én ezt csak azért gondolom érdekes példának, és nyilván végtelen számú ilyen van, hogy mennyi magyarázatot, mennyi variációt enged ez a történet, és valószínűleg ez is kell ahhoz, hogy ennyiféleképpen megjelenhessen a művészetekben, mert ha teljesen egyértelmű lenne, teljesen pontos lenne, hézag nélküli és vita nélküli, persze mi akkor is tudnánk róla vitatkozni egymáshoz, picit nehezebb lenne, szóval akkor nyilván nem lenne ennyiféle lehetőség ezeknek az ábrázolásoknak a létrehozására. 100%-ig ezt gondolom, és 100%-ig egyetértek Robival. Nem szívesen, ezt csak úgy félre mondtam, ahogy a drámákban szokták, de 100%-ig... Történelmi pillanat. Tehát valóban erről van szó, hogy ugye vallás történetileg, hát ennyien szól már megkérdőjelezhető a történet. De hihetetlen ötletgazdag az a szemlélet, amit itt ad. Hihetetlen ötletek sokaságát nyújtja Freud, úgyhogy a Freud esszéjét, miként egyébként a Michelangelo Freud szobráról írott másik esszéjét, ami szintén elképesztő ötleteket ad, ugye ezt nem szabad leírni. Még egy dologra visszatérnék megint csak a kiindulásunkhoz, hogy, illetve hát, és ide is kapcsolódik abszolút, amiről most beszélgetünk, egy példával illusztrálnám. Tehát, hogy ezek a történetek, amikor megjelennek a szövegekben, vagy a festmények, vásznakon, és így tovább, az interpretációknak, az értelmezéseknek újabb variációit jelentik. Hadd mondjak egy példát. A Biblia, a Héber Biblia egyik nagyon-nagyon sokat értelmezett, vitatott, sok véleményt kiprovokált része az egyik legjelenebb része,
ugye a híres akéda jelenet, amikor Ábrahám megkapja a parancsot az örökkévalótól, hogy fiát, Izsákot, akinek már rég lemondtak az érkezéséről, már Sára is öreg volt, Ábrahám is öreg volt, tehát abszolút nem is várták már ezt a gyereket, végül mégis megszületett Izsák, és ott volt ez az imádott gyerek, akin keresztül az örökkévaló ugye nagy néppé teszi majd Izraelt, és akkor egyszer csak azt a parancsot kapja Ábrahám, hogy fogja meg a gyerekét, vigye föl Moria hegyére, és áldozza fel. Ez egy hihetetlenül izgalmas történet, és nem véletlen, hogy csak néhány példát hogy mondjak, hogy mondjuk a képzőművészetben a legnagyobbak, Caravaggiótól Tintorettóig ezt a történetet, és hosszan sorolhatnám, még megfestették, vagy az egyik legnagyobb filozófus, a 19. századi dán Kierkegaard, ugye egy egész könyvet ír erről a jelenetről. És nagyon sokat köszönhetünk itt Tintoretto, vagy Caravaggio, vagy Kierkegaard értelmezésének. Csak egy mondat a Kierkegaard értelmezésről. Kierkegaard azt mondja, ő a hit lovagjának nevezi Ábrahámot. És azt mondja, hogy amikor megkapja ezt a parancsot, ez egy totálisan abszurd parancs. Hát ugye gondoljuk csak végig. Tehát, hogy egy apa azt a parancsot kapja, hogy mészárolja le, áldozza föl az imádott fiát, a gyermekét. És Ábrahám gondolkodás nélkül megteszi, vagy megtenni ezt, végül nem kerül sor erre az áldozatra, de ezt nem tudja előre. Tehát ő megtenné már. Már megrakja ott a tüzet, stb. Kezében a kés, és akkor történik ugye a csoda. Na most, Kierkegaard azt mondja, hogy Ábrahám az igazi hit embere, aki nem keresi az értelmét, olyannyira erős a hite, hogy abszolút módon bízik az örökkévalóban. Kedvem lenne azt mondani, hogy bízik az abszurdban, tehát a bizonyíthatatlanban. És ezért teszi meg az abszurd, ezért tesz eleget az abszurd parancsnak, mert nem tudja ugyan, de hitében, mert azért a hit és a tudás ez két dolog, hitében olyan erős, hogy most idézőjelben mondom, szinte hitében tudja azt, idézőjelben, hogy nem lesz baj. Tehát annyira elkötelezett a hitében. Múltkor beszéltünk Hernádi Miklós viccekről szóló könyvében, és könyvéről, és abban ugye sok régi klasszikus zsidó viccet sorol föl, és erről is mond egy viccet, hogy mikor az úr azt mondja, hogy ezt mégse csináld, és akkor azt mondja, hogy miért? Hát csak vicceltem, hát mi ebből a vicces? És mire az úr azt mondja, hogy Ábrahám, hát téged időnként teljesen elhagy a humorérzéked. És ez szerintem csak azért érdekes, mert megint egy speciális interpretációja a dolognak, mert a Hernádi Miklósnak hinni lehet, és miért ne lehetne, akkor ez egy klasszikus, a 19. század óta följegyzett zsidó körökben forgó tréfa volt, vagy tréfa. Tehát, hogy ennyi lehetőséget ad, vagy ilyen egészen más típusú lehetőségeket is ad az interpretációra, nem csak a magas filozófiát, vagy a művészetet. Hát nézd, ha már zsidó vicceknél tartunk, valamelyik nap beszélgettünk a Gyurival, és fölemlegetett egy évtizedekkel ezelőtti találkozásunkat, ahol jöttünk, mentünk, összefutottunk egymással, és gyorsan egymás nyakába zúdítottunk, mint egy kismilliónyi zsidó viccet. Hogy Együtt jön, Robi. Nem versenyez, Gyurikám. Csak a zsidó vicc, hogy milyen interpretáció, és mennyire esetleg blaszfémikusnak tűnő viccek születhetnek, és igazából ártatlan viccek. De hogy lássuk, hogy milyen teret tágít a dolog. A kón elmegy a rabbihoz. Szóval itt a rabbi, elküldtem a fiamat Izraelbe. És képzeled, mi történt? Fogta magát a gyerek, és kikeresztelkedett. Azt mondja, rabbi, hát fiam, hát most mit csináljál? Hát ez van, a gyerek felnőtt önálló ember, azt csinál, amit akar, a saját élete. Szerintem, rabbi, hát figyelj, egyszerűen én meghalok. Fölkerülök az Isten elé, aki engem számon kér. Hát mit fogok neki mondani? Mondd azt, hogy nő, és a maga fia. Lehet, hogy
külön fejezetet kell a zsidóknak szentelnünk. Erről most így, hogy mindjárt vége az időnknek, csak az jut eszembe, hogy elmegy a rabbi a pápához. És egyszer csak eszébe jut, hogy valamit a Jóistennel meg kéne beszélnie, és föltárcsázza. Ez egy régi vicc, nem volt mobiltelefonja, úgy látszik. Kicsit beszélgetnek, leteszi a telefont, és udvariasan megkérdezi a pápát, hogy mennyiért tartozom ezért a hívásért, és a pápa azt mondja, hogy $20. Majd egy kis idő elteltével a pápa meglátogatja a rabbit Jeruzsálembe, eszébe jut, hogy hopsz, hát valamit a Jóistennel meg kell beszélni. Kölcsön adnád a telefonodat? Persze, itt van, hívd fel, felhívja a Jóisten. Beszélgetnek egy kicsit, és akkor ő is udvariasan megkérdezi, hogy na, mennyivel tartozom? Hát, 10 centtel. 10 cent? Amikor nálunk $20 volt, jó, jó, de nálunk helyi hívás. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok. Beszélünk még erről, folytatjuk. Gábor Györgyel és Frölik Roberttel beszéltünk, tudják, erabbi.blog.hu. Folytatjuk.